18 igen, 2 nem nulla tartózkodással a közgyűlés tehát a rendeletet megalkotta. Több mint egy órás vitát követően elfogadta Székesfehérvár képviselőtestülete a város idei évi költségvetési rendeletét. A költségvetés fő összege 32 milliárd forint. Bizonyos értelemben az alapjait megírták a 2012-es költségvetésnek is. A közgyűlést követően Székesfehérvár polgármestere elmondta, a most elfogadott költségvetés legnagyobb erénye, hogy stabil és biztonságos működést garantál a városnak egy olyan évben is, amikor a világméretű pénzügyi gazdasági válság szinte minden várost és országot sújt. Bár a legfontosabb a város kötelező feladatainak ellátása, fejlesztéseket is tartalmaz a 2012-es költségvetés, hangsúlyozta dr. Cserpalkovics András. A költségvetési vita kapcsán többször felmerült a szociális területek finanszírozása. Székesfehérvár polgármestere ezzel kapcsolatban elmondta, az összes törvény által előírt feladatot tartalmazza ez a költségvetés, az előírtakon túl pedig további 250 millió forintot költ a város erre az ágazatra. Fontos elmondani, hogy a szociális területen fog megtörténni a bölcsődei férőhely bővítés, aminek azt gondolom, hogy 2012-ben fontos döntései is lesznek, és emellett, és ez is nagyon fontos, 2011-ben is évközben plusz 100 millió forintot biztosítottuk a szociális területen, így fog ez történni 2012-ben is, amennyiben arra szükség lesz. Ez a költségvetés az eddigieknél sosem változott. A 2012-es költségvetés egyik meghatározó pontja az a 3,3 milliárd forint, amelyet tartalékkeretként hoztak létre. Mint azt Égi Tamás alpolgármester mondja, ez az összeg azt biztosítja, hogy bármilyen évközben felmerülő helyzetre fog tudni reagálni a város. Én azt is remélem, hogy ebből a céltartalékból egy hatalmas összeget megtakarítunk az évvégére, és akkor egyéb kiadásokra is jut majd, illetve az adósságállományt tudjuk erőteljesebben csökkenteni, mert ezértben is a csökkenés a cél. A közgyűlés új pályázatot írt ki a Vörösmarty Színház igazgatói posztjára, valamint határoztak arról, hogy a befektetővel kötött megállapodás szerint a város használhatja a Murvás parkolót addig, amíg a beruházó nem kezdi meg az építkezést a területen. Az Egyesített Szociális Intézmény élére is vezetőt választottak a képviselők Mészáros Józsefné személyében. A Jobbik lista vezetőjeként szerzett mandátumomról a hónap végével lemondok. A közgyűlés végén Gál Péter Pál önkormányzati képviselő jelentette be lemondását. Mint mondta, a Jobbik listás helyéről jutott a testületbe, mivel a pártból kilépett, a hónap végével lemond képviselői mandátumáról.